Lignano Rózsája. Öt ország zenés, tévés találkozója. Lignano. Egészen pontosan Lignano Sabbiadoro, azaz Lignano Aranypa. Az Adria és egész Olaszország egyik legkedveltebb üdülőhelye. Nyaranta átlag 3 millió turista keresi fel ezt a Velence szomszédságában fekvő barátságos kisvárost, amely attrakciók egész sorával vár öreget fiatalt egyaránt. Aki nem akar a tenger hűs hullámaiban megmártózni, vagy aki már eleget fürdött, számtalan egyéb szórakozás közül válogathat. Például ellátogathat a városka állatkertjébe. Esetleg sétálhat a mindig világvárosi szinten nyüzsgő utcákon, ahol most új szabadtéri színpadot avatnak. Kipróbálhatja a híres lignanói vízi Disneylandet a 800 méter hosszúságú csúszdarendszerre, a vízi dodgemmel. Arra is akad lehetőség, hogy megcsodálja műsorunk jelképének a rózsának legkülönbözőbb változatait. Akinek ez sem megfelelő kikapcsolódás, az pedig jegyet válthat az új szabadtéri színpadra, amit egy immár hagyományos, igazán nemzetközi produkcióval avattak fel. Pepi Francelin, az olasz televízió népszerű műsorvezetője köszönti a nézőket, és meséli el, hogy az a rózsa, amely 4 évvel ezelőtt Portorosban nyílt ki először, a Vörtitó, Szentendre és Würzburg után az idén Lignano aranypartján bont virágot. Öt ország televíziójának közös szórakoztató zenés estjén a művészeket a Vicc zenekar kíséri majd. Scritta ed eseguita dall'orchestra che ci accompagnerà per tutta la serata, la Vicc Orchestra. E come nelle precedenti edizioni, a questo punto vi voglio presentare i miei colleghi. Öt ország közös műsora, öt műsorvezető. Programma in comune nei loro paesi e nella loro lingua. Incominciare da Brigitte Xander. Az osztrák televízió nézői számára az idén is Brigitte Xander konferálja a műsort. Buonasera, guten Abend und herzlich willkommen in der neuen Arena von Lignano und grüß Gott auch zu Hause. Jó szórakozást kíván, Brigitte. Németül is, és egészen röviden olaszul is. Die Rose wurde von Land zu Land weitergereicht. Vorläufig letzte Station Italien. Viel Spaß und buon divertimento. István Gyulay, Ungheria. Buonasera Pepi, buonasera Brigitte. Buonasera signore e signori. Jó estét kívánok a kedves magyar nézőknek. Jó szórakozást Lignanóból, az Adria tengerpartjáról. Majca Blázsai Círei, Jugoszlávia! A jugoszláv kolléganőt hívja Pepi. Őt tavaly még csak Mojca Blázsainek hívták. Az idén már Mojca Blázsai Círei a neve. Az ok egyszerű és 3 hónapos. Ugyanis 3 hónappal ezelőtt kötött házasságot a szép szőke ljubljanai kolléganő. Se lez večer, tako kot ga mi zdaj le začenjamo.
Sabrina Lallinger, Germania. A bajor Sabrina Lallinger kapja a legnagyobb tapsot közülünk. Erre már külsejével is rászolgálna. Az igazi ok azonban emellett természetesen az, hogy a nézőtéren javarészt nyugatnémet turisták foglalnak helyet. Kedves nézők, érezzék legalább olyan jól magukat otthon a tévékészülék előtt, mint a jelenlévők Lignanóban, mondja Sabrina. Italien und Österreich. Az első szám, ez is hagyomány, a házigazdák. Igen nagy név, nagy énekes következik, a Sanremo-i dalfesztivál győztese, a Glória szerzője Umberto Tozzi. Utána pedig az osztrák színek képviseletében két igen tehetséges egyéni hangvételű fiatal művész. A daluk címe a műsor nevéhez híven küld néhány szál rózsát. Günther Mokes és Karin Rá. Előbb azonban Umberto Tozzi. Luce del mattino e grida di operai sul dito un maggiolino è primavera ormai e apro le finestre il glicine è già qui il mondo si riveste come ogni lunedì e l'orizzonte libero come un amante che fa il grande senza accorgersi che prigioniero è dimentica, dimentica che il dispiacere scivola mia paura è vivere, uscire a mare e ridere e non volare adesso giù perché accanto a me non ci sei più. Tu eri donna se perdessi te vinto me ne andrei sarebbe troppo e forse troppo sei ma dormi ancora un po' io ritornerei.
A mi színeinket képviselő első művésznőt azt hiszem nem kell, hogy bemutassuk önöknek, kedves nézők. Jó másfél évtizede az egyik nagy kedvenc otthon, de nem csak otthon, hanem nemzetközileg is, hisz 11 fesztiválon indult és 10 díjat nyert. A legbüszkébb az 1984-ben Tókióban nyert Yamaha nagy díjra. Mint a filmeken, Katona Klári! Oh, me.
ismergép, egy sem igazi is nem tudom a maga szerepét. Diadalmas főleg várak lógnak a semmiben, csak egy kis vihar, s ne zuhan minden. Mint a filmeken látni akarom, mint a neveket, mint a filmeken tudni akarom, miről ki tehet. Di nuovo alla ribalta l'Italia con Fiordaliso, nata a Piacenza da genitori szent. Ismét az olaszok vannak soron. Ezúttal egyik legnépszerűbb énekesnőjükkel, aki szűke pátiáján kívül a világ legkülönbözőbb részein, például Moszkvában, az Egyesült Államokban, Mexikóban is aratott már szép sikereket. Fiordaliso nyári dala után Szlovénia kedvencei következnek. A Gugu együttes. Ők egy mangót és banán kedvelő papagájról és egy kakadúról fognak énekelni. Előbb azonban a nyári dal. Fiordaliso. Fiordaliso. Senza infamia, senza gloria, stai rimpiangendo ancora la tua storia. Come me, tu, che hai chiuso già la porta alla speranza, ti fa paura solo in una stanza. Come a me, piccolo uomo in mezzo ai guai, tu che non speri di cambiare ormai, mandami l'ombra di un sorriso. Tu, apri le ali angelo tu, e dal tuo angolo di blu, I'm
Besede govorica ritem nog, kad bi sonce iz kozarca spilo svoj skrivnostni sok. Džungla poje, džungla pleše, skriva svoj zaklad za man, mandaru in maracuja, ananas in tropikan. Papagaja, slatko sladka, papagaja iz Nevada. Papagaja, papagaja. Papagaja, papagaja, moj mali kakadu,
poi mani cacadù. Oh 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 Furcsa helyzet, ritka véletlen, ami most történik. Sabrina Lallinger egykori általános iskolai ének tanárát jelenti be, aki Sabrina véleménye szerint, hála Istennek, felcserélte a katedrát a színpaddal. Valószínűleg igaza volt, hisz az ő száma volt a nagy sikerű Dá-dá-dá. Ars poétikája, énekelj el 3 perc alatt, érzéssel, humorral, szívvel egy történetet. Úgyhogy oda kelljen figyelni rá. Rá, azt hiszem, oda kell. Mindkét dalára, amit hallani fogunk. A művész Stefan Remmler. Liebste jetzt wohnt.
Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Everybody on vacation. Everybody everywhere. My girlfriend Gretel left the nation. I guess right now she's in the air. She said she wants to go to Dallas, Honolulu and LA. So we both went to the airport, but I didn't go away. I don't go to USA. On my mountain I will stay. I don't care what people say. I don't go to USA. He won't go to USA. On his mountain he will stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. Maybe she's in Chattanooga. Maybe she's in New Orleans. Acting as if she was born there. Running around in her blue jeans. Too many cars, too many people. This is not the thing for me. I want my sundown on the mountain. And after that I watch TV. Mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. I'm happy here in St. Katrine. Give me my schnapps and I feel fine. I don't mind to be alone, but I want to be at home. He won't go to USA. On his mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. And I know what you want is fantastic. He won't go to USA. Mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. When I show you the pictures at home. Kedves nézők, a most következő magyar együttesről igazán nem nehéz jókat mondani. 8-an vannak, eddig Magyarországon több mint 3 millió lemezüket adták el, ők is Yamaha nagydíjasok. Japánban 8 nagy lemez, Dél-Koreában 5-öt készítettek. Külföldön előszeretettel nevezik őket Kelet-Európa abbájának.
Énekesnőjüket Csepregi Évát Elton John cége szerződtette 3 esztendőre. Természetesen a Neoton familiáról van szó. Következik igazán ide Lignanóba való dallal a Neoton familia. Thank you.
Itt az ideje, hogy az eddig csak kísérő zenekar néhány percig főszereplő legyen. Szórakoztató egyveleget hallunk majd, de a látvány is meglehetősen egyéni lesz. Talán összefügg a nevükkel. A Tornerai, a Papaveri et Papere és a Mamma című számokat előadja a Vicc együttes. Solo
Na letošnjem Eurovizijskem festivalu... Lassan megszokjuk, mondja a soros konferáló Mojca, hogy a bajorok minden évben igazi fülbemászó, jó ritmusú slágereket hoznak erre a műsorra. És így van ez az idén is. Fogadd a napfényt a szívedbe, éneki majd a Wind együttes. Utánuk a jugoszláv Doris Dragovic következik, akit tehetsége, hangja és nem utolsó sorban külseje a közönség és a sajtó kedvencévé tett. Dala címe Szomorú éj. Tehát a nyugatnémet Wind együttes, majd pedig a Szomorú éjjel a jugoszláv Doris Dragovic. Tu
Most az első magyar király következik. István király, azaz István a király. Azaz a róla írt elsöprő sikerű rockoperában István király szerepét éneklő művész. Varga Miklós ezen kívül arra is igen büszke, hogy Bulgáriában az Arany Orpheus Fesztiválon elnyerte az első díjat. Utána egy osztrák énekesnő, Stefanie Werger, akinek igencsak meg kellett küzdeni a nemzetközi hírnévért, 10 évig várt első lemez szerződésére. A tapasztalt asszony, gondolom, kiderül majd a dalból, az ő saját életéről, az ő saját szerelméről énekel majd Stefanie Werger. Előtte azonban Európa című dalával Varga Miklós! Sok szín ruhája, oly sokszor elszakadt. Álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét. Nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke. Sok év alatt. Ezért értsd meg, szeretem őt, a bén Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg őt, ó, Európát, a gyönyörű nőt. Take your breath and cry your tears. We dream your dreams and we all share your fears. You answer all the questions we never dared to ask. Promise we won't be the last. The gold of sunset in your hair, autumn leaves are blowing in the air. Your ocean eyes, they shine the color of eternity. Your body bears our destiny. Europe, I need you. We'll be right back.
Mai műsorunk záródalát is a házigazda olaszoktól halljuk. Attól az Umberto Tozzitól, aki megnyitotta a művészek során. Ezúttal azonban nem egyedül, hanem Raffal énekel. Az alkalomhoz és a helyhez illik daluk címe Tengeri emberek. Az idei Eurovíziós Dalfesztivál harmadik helyezettjei Umberto Tozzi és Raff. Siamo gente di pianura,
navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, e sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente con Sara che non c'è più, kedves közönség, kedves nézők, a Lignano rózsája című műsor ezzel véget ért, mondja Pepi Francelin. A Rózsa 5 év alatt 5 városban járt, és köztünk vannak a korábbi rendezővárosok polgármesterei. 4 évvel ezelőtt Portorosban kezdtünk. 3 évvel ezelőtt a Vörtitó partján Ausztriában Felden volt a házigazda. 2 évvel ezelőtt Szentendre. Dr. Szini István áll fel és hajol meg. Tavaly Würzburg, Német Szövetségi Köztársaság. Az idén pedig Lignano Aranypart. Kedves nézők, ezzel búcsúzunk, remélve, hogy szívesen gondolnak majd vissza a Rózsával töltött órákra. Viszontlátásra!